Magyarország egyik legrégebbi múzeuma, a Kiskunhalasi Torma János Múzeum. A délalföldi település gyűjteményének története az 1820-as években kezdődött. Ekkor egy fiatalember, Révész György elkezdett nyomozni a település múltja után. Összegyűjtötte, ha kellett, megvásárolta a környéken talált régi pénzeket és egyéb leleteket. Kitartó munkája nyomán felbecsülhetetlen értékű, országos hírű gyűjtemény jött létre. Időközben a Halasi Református Gimnáziumban is kialakult egy érem és régiségtár. Révész György halála után az örökösök 2000 ausztriai forintért eladták a gyűjteményt az iskolának. Így 1874-ben a révész és a gimnáziumi gyűjtemény egyesítésével létrejött a Halasi Múzeum. A gimnázium régi épületében, a Magyar Nemzeti Múzeumtól kapott tárolókban helyezték el a több mint 6000 darabos gyűjteményt. A múzeum igen népszerű volt mind az átutazók, mind a helybéliek körében, de külföldön is bemutatkozott, például az 1877-es párizsi világkiállításon. A gimnázium 1892-ben új épületbe, a Kossuth utcára költözött, és vele együtt a gyűjtemény is. A II. Világháború idején súlyos károkat szenvedett a múzeum. A 13.261 darabból mindössze 287 tárgy maradt meg, vagyis lényegében megsemmisült az országos jelentőségű gyűjtemény. A múzeum újjászervezéséhez Nagy Cirok László néprajzkutató kezdett hozzá. Munkájának köszönhetően sok lelet visszakerült. ...1950-ben az egész országban megtörtént a múzeumok államosítása, így a Halasi gyűjteményt is központi irányítás alá vették. A Múzeumok és Műemlékek Országos Központja először Sütő József gimnáziumi tanárt, majd Nagy Cirok Lászlót bízta meg a múzeum vezetésével. A múzeum 1950-től viseli Torma János nevét. A gyűjtemény még ezen a nyáron az Ősök terére költözött, ahol ma a Református Egyház óvodája működik. Aztán a Szilárd Járon utcába, majd a Szent Háromság térre. A sok hurcolkodás után 1953-ban kapott méltó elhelyezést a múzeum. Az 1877-ben épült kolozsvári féle kúria a város legnagyobb eklektikus stílusú polgárháza lett az otthona. Az új helyen már Janó Ákos néprajzkutató vezetésével rendezkedtek be. 1960-ban ki kellett bővíteni az épületet, hogy Torma János monumentális festményeit is be lehessen mutatni. ...1970-től Vorák József vette át az intézmény irányítását. 79-től pedig Wicker Erika régész múzeológus bízták meg a feladattal. Majd amikor őt 95-ben kinevezték megyei múzeumigazgatónak, Szakál Aurél történész néprajzkutató lett a vezető. A múzeum dolgozói széleskörű feladatokat látnak el. A történészek, restaurátorok, könyvtárosok folyamatos kutató, gyűjtő és rendszerező munkát végeznek, és kiállításokat rendeznek, de a Halasi Múzeumban kiemelkedő a kiadványok készítése is. Számtalan könyv látott már napvilágot munkájuk nyomán. A múzeum restaurálási, kiállítási és könyvkiadási programjához jelentős segítséget nyújt a Halasi Múzeum Alapítvány. 1998-ban alakult meg a Múzeum Baráti Kör. A 130 tagú társaság tagdíjak befizetésével támogatja a múzeumot. A Kiskunhalasi Torma János Múzeum tárgyainak száma napjainkban meghaladja a 70 ezret. A gyűjtemény elsősorban néprajzi és helytörténeti jellegű. Halas és környékének használati tárgyait mezőgazdasággal, állattenyésztéssel kapcsolatos eszközei gyűjtötték össze.
Különleges emléke a 100 pengős szükségpénz is, melyet a város adatott ki 1945-ben, 1000 példányban, de felsőbb utasításra be kellett zúzatni, így csak 3 darab maradt fenn az utókornak. Jelentős a múzeum tulajdonában lévő numizmatikai gyűjtemény is, mely külön kiállítást kapott. Több ezer pénz, érme, jelvény és plakett van a múzeum birtokában. A régészeti anyag 5000 leletből áll. A görög vázától a honfoglaláskori bográcsig megtalálhatók itt a különböző korok emlékei. A Halasi Múzeum jelentős képző és iparművészeti anyaggal is rendelkezik. Ez jó részt halasi festők munkáiból áll, de megtalálhatók itt az aranynál is drágább, világhírű halasi csipkék is. Ezen kívül meg kell még említeni a különböző régi okmányokat, a térkép, adat, dokumentum és fotótárat, valamint a jelentős könyvállományt is. A múzeum termeiben a látogatók megtekinthetik a 17., 18., 19. századi helytörténet, az állattartás, a földművelés és kézművesség emlékeit. Az egyik teremben egy paraszti és egy polgári szoba részlet látható. A múzeumban központi helyet kaptak a névadó Torma János festményei, a Pince Galéria pedig időszaki kiállításokkal várja a látogatókat, jelenleg Szebényi Imre szobraival. A múzeumhoz tartozik még egy külön kiállítóterem is, az úgynevezett gyűjtemények háza, melyben a halasi származású festőnő Berki Viola alkotásai és időszaki kiállítások láthatók. De térjünk vissza a névadóra, Torma Jánosra. A híres festő Kiskunhalason született 1870-ben. A művész Székely Bertalan növendékeként kezdte el tanulmányait, aztán Bajorországban, majd Párizsban képezte magát tovább. Művészetének stílusa elég összetett. Egyeztetni próbálta a magyar történelmi festészet és a naturalizmus elveit. Később a hazai impresszionizmus képviselője lett. Külföldről hazatérve a nagybányai festőkolónia egyik alapítójává vált. A nagybányai művésztelepet az impresszionizmus magyar iskolájának tekintik, mert a festők a műtermekből kiléptek a szabadba. Torma János Kiskunhalason született, a 19. század végének és a 20. század első harmadának nagyon jelentős magyar festője. Igaz, hogy csak pár hónapot töltött gyerekkorában itt, de szoros kapcsolatai voltak a várossal, mert visszajárta édesanyjával, illetve felnőtt korában is gyakran a városba, főleg bálokra és vadászatra, illetve rokonlátogatásra. Tudjuk a helyet is, hogy hol lakott, a Berki családnál volt gyakran megszállva, és ezért is festett a Berki Antalról és feleségéről egy nagyon szép portrét, halasi polgárházaspárnak a
portréja létezik, amit nemrégen a Berki Viola örökség révén Kiskosváros megkapott. Torma a gyermekkorát a Nagybányán tölti, ott végez a gimnáziumba, észreveszik a tehetségét, és ez az a kor, amikor a Munkácsi nagy sikerét aratja, és a család nem ellenzi azt, hogy a fiatal Torma János a festő pályára menjen, mert úgy gondolják, hogy ebből is a tehetsége révén jól meg tud élni, és hírnévre jut majd. Pesten tanul, Münchenben tanul, Párizsba tanul, és egy volt tanárával, a Holosi Simonnal, illetve egy városbeli barátjával, Rét Istvánnal együtt, más két festőművésszel 1896-ban megalapítják a Nagybányai Művésztelepet, amely a magyar művészet történetek egy nagyon-nagyon fontos helye, mert évtizedeken keresztül sok művész tanulott, és Tormának az egyik nagy cselekedete ez a művészet pedagógusi szerep, hogy sok festőnek a mestere. A trianoni határ léte is akadályozza azt egyes korában a kapcsolattartást Kiskosvárossal, de például a felesége az egy távoli, de Halastól származó rokon, és hát így éli le Torma életét igazából Nagybányán, és nem sokkal halála után van az, amikor Kiskolason azon kell gondolkozni, hogy kiről nevezzék el a múzeumot 1950-ben, és több változat volt, és végülis a minisztérium azt a szemét választja az ajánlatokból, akit ők is jól ismertek, hát a híres festőnek a nevét. Akkor éppen egy művészettörténész volt a múzeumosztálynak a vezető a minisztériumban, és hát neki ez volt kedves. 1950 óta hívják úgy a Halasi Múzeumot, hogy Torma János Múzeum. Ennek most 52 éve volt júliusban. Nos, amikor a múzeumot elnevezik Torma Jánosról, akkor kitalálják azt, hogy hát alig van Torma anyag a múzeumban, hogy tenni kellene azért, hogy méltó módon a névadó emlékét őrizzék. És akkor az évek folyamán több dokumentum, például a párizsi szalonoklevele Tormának Nagybányáról Halasra került. Valahogy megtudták a nagybányaiak, hogy itt Halason egy méltó helyre tud kerülni a Torma Jánosnak a dokumentumai, amik léteznek. Festmények kerülnek ide, most már tizenvalahány Torma festménye van a Halasi Múzeumnak, és hát meg kell említeni, hogy 1940-ben Halasra került a Talpra Magyar, ezt a város vásárolta meg, de 53-ban ez átkerül a múzeum tulajdonába. Így egy nagy tornakép azóta van a múzeum falai között. És akkor hát ennek a méltó bemutatására, az egyéb festmények méltó bemutatására a múzeum udvari homlokzatán egy bővítést hajtanak végre, ez 1960-ban készül el, a jól ismert Torma Galéria ekkor készül. Kifejezetten úgy, hogy az Aradi Vértanúk kép, ami a Nemzeti Galériától kölcsön van Halason, és a Talpra Magyar kép aránylag jó körülmények között lehessen látható. Ezt 60-ban volt egy nagy kiállítás, azzal avatták a két nagy festményt együtt, és azóta mondható, hogy 1960 óta Halason állandóan van Torma János kiállítás. Ez a különböző alkalom, akkor a 70-ben a születés 100. évfordulóján, vagy 98-ban a két nagy kép restaurálásakor átrendezés alá került, és változásokkal ez a kiállítás létezik. Nagy dolog az, hogy 1998-ban a 48-as forradalom 150-es évfordulójára sikerült pályázati pénzekből megvalósítani a galéria felújítását, de az igazi lényeg az, hogy a két nagy festménynek a restaurálása elkészült. Ekkor a Talpra Magyar festmények igazából csak egy felszín tisztítása készült, a keret volt rossz állapotban, és azt szépen mévesen rendbehozták hozzáértők. Az Aradi Vértanúk az viszont elég rossz állapotban volt, és ott egy komoly restaurátori munkára volt szükség, azt a Nemzeti Múzeum restaurátor végezte Budapesten, és ezután feltekerve a nagy kép Halasra érkezett, és most már hát egy pár év óta újra Halason jó állapotban állt a két festmény együtt. Thank you.
A festményeken kívül a múzeum egyik legértékesebb, nemzetközileg is elismert emléke a csólyospálosi avar ivókürt, amely 1983-ban homokbányászat közben került elő. Egy korábban már kirabolt női sírban lapult a különleges tárgy. Szerencse, hogy a hajdani sírrablók csak a fejen lévő ékszerekre koncentráltak, a kürt pedig a halott derekánál volt elhelyezve. A kutatók számára a mai napig rejtély, hogy hogyan került az avarkori asszony birtokába egy olyan tárgy, amelyhez hasonlót még a leggazdagabbak sem vittek magukkal a túlvilágra. Ilyen finoman megmunkált üvegedények csak igen ritkán kerülnek elő avarkori temetőkből, így a szarv formájú ivókürt a mai napig unikumnak számít. A készítésének helyét és idejét nem sikerült megállapítani, de valószínűleg a 670-es évet követően kerülhetett a földbe. A Torma Múzeum nagy becsben tartott kincse a Balota szálláson talált honfoglaláskori sírlelet is. Honfoglaló eleink magas szintű ötvös tudás birtokában voltak, de arany helyett inkább ezüsttel dolgoztak. Ezért számított nagy szenzációnak, hogy Balotaszállás határában egy olyan 10. századi női sír került elő, melynek ruhadíszei színaranyból készültek. A nagyasszony rangját pompázatos lószerszám is jelezte. A sír 1944-ben egy szántás során került elő. A helybéli lakosok megbolygatták és széthordták a tárgyak egy részét. A múzeum tulajdonában van, bár jelenleg a Csipkeházban látható, Halas első világi szobra is, mely Erzsébet királynét ábrázolja. A városnak igénye támadt, hogy a nemrégen elhunyt, meggyilkolt Erzsébet királynőről szobor készüljön. Ez egy országos nagy hullám volt, hogy különböző városok emléket állítottak a magyarok számára nagyon kedves és szeretett királynőnek. Halas város is úgy dönt, hogy egy ilyen szobrot a város vezetése megrendel. És a fiatal Nagy Kálmán szobrászra esett a választásuk, abba biztosak, hogy ő egy szép szobrot tud készíteni, és ha ezt a szobrot megnézzük, úgy látjuk, hogy nem volt egy rossz döntés. A szobor születésnek kapcsolatban érdemes azt elmondani, hogy a város megrendeli, a szobrász elkészíti, és nagyon pehes volt, mert a karolai márvány belsejébe, az arcnál, amikor odaért a faragásba, volt egy belső zárvány, egy üreg, és az egész szobrot újra kellett faragni, mert ugye ezáltal nem tudta teljesíteni a feladatot. Tehát kétszer kellett kifaragni ezt a szobrot, hogy elkészüljön. Ez 1902-ben készül el, év elején adják át a város közülési termében, és sajnos nem sokkal később egy betegség miatt a fiatal 30 éves szobrászunk is meghal, kapott egy nagy megbízást Budapesten, egy szoborpályázaton, és birkát mintázott a műtermében, és beteg volt az állat, és elkapta a betegséget, nem derült ki, és belehalt, fiatalon halt meg, és ma az öreg református temetőben nyugszik a polgármester és az öccse, a szobrászművész. A Kiskunhalasi Múzeumban látható érdekességek közül még érdemes kiemelni egy írásos emléket, a Csizmadia céllevelet is. A múzeum egy-két kiemelt fontosságú tárgyak közé tartozik az 1784-es datálású kiskunhalasi céllevél. A céllevelek azért érdekesek, mert a 18. század közepe óta divatba jött, hogy az a bizonyságlevél, amely egy-egy mesterlegénynek igazolták, hogy melyik cégnél mennyi időt töltött, egy-egy bizonyítvány tulajdonképpen, az a divat alakult ki, hogy az illető városnak városábrázolását rakják a céglevélre. Ez Németországban, Közép-Európában alakult ki ez a szokás,
és egy nagyon értékes városábrázolási lehetőség, hogy a különböző városoknak így módon a céglevelekkel megmaradt képe, mert olyan céglevő is van, ahol nincs képi ábrázolás, vagy esetleg a mesterségnek szerszámai, vagyis díszítő motívok vannak. És 1784-ben Kiskanson van igény arra, hogy a Csizmadia cég városábrázolásos céllevelet adjon ki. Általában ezek a céllevelek a 18-19 században ilyen nyomtatott eljárással készültek. Ennek a céglevélnek az a különlegesség, hogy ez egyedi, ez egy kézzel festett díszítésű céllevél. Ez a kor 1784 magyarázza azt, hogy miért piros, fehér, zöld díszítésű a céllevél. A kalapos király korszaka, amikor egy németesítési irány is van a országos politikában, egy nemzeti érzésnek egy fölbuzgása van, és ennek a lenyomata, hogy a Halason az a Csizmadia cégnek mondom a jegyzője, piros-fehér zölddel díszíti ezt a céglevelet. A rányomták természetesen a cégnek a száraz pecsétjét középre, és a kép alján két oldalt városábrázolás van. Jobb oldalt a református templom látható a piactérrel és a körülötte levő épületekkel, a régi gimnázium épülettel, a paplakkal és egyéb épületekkel, bal oldalt pedig a katolikus templom ábrázolása látható néhány körülöttevő házal és száraz malommal. Nagyon fontos ez a képi ábrázolás, mert ez előtti városábrázolás Halason nem létezik, és ezután sincs ismertünk arról, ez az idő után, hogy lenne városábrázolásos céllevél. Tehát ez egy egyedi, nagyon érdekes kis tárgy. A Kiskunhalasi Torma János Múzeum kiemelkedő munkájának köszönhetően 1998-ban megkapta az Év Múzeuma címet. Ha a Délalföldön járnak, látogassák meg önök is.